Na kérem, tegnap már kezdett eszkalálódni valami osztályharcszerű idiótaság. Valahogy úgy alakult, hogy nagyon frusztrált emberek megpróbálták megmagyarázni, hogy ők igazából miért nem frusztráltak, de én miért menjek el a f***omba. De nem is gondoltam volna, Anna amúgy nagyon higgadt, ugyanis PRS, és ő tök jól tudja kezelni ezeket a dolgokat. De most már ő is mondta, hogy azért itt álljon már meg a menet. Mindennek van határa. Felelősségtolás, a mást hibáztatok a saját életemért. Belenyúltam egy darásfészekbe, ami... Hát nem szeretek magyarozni, meg közép-európázni, de hát sajnos igen, ez a jellemző erre felé. Úgyhogy Annával azt döntöttük el, hogy írunk egy statementet, hogy na mi az, ami másra tartozik, mi az, ami nem, mi az a személyeskedés, amit még eltűrünk, mi az, amit már nem, és hogy akinek nem tetszik, az van egy ilyen csodálatos jótékony tulajdonsága gyakorlatilag az egész világnak, hogy azt fogadod be, amit te akarsz. Teljesen mindegy, úgy döntöttem, hogy ez a statement, ezt még jegeljük egy picit, hát ha így ezek a hullámok, ezek így elülnek. Én például úgy vagyok vele, hogy a győzike show-t nagyon nem szeretem, egyszerűen idegesít, megfájdul tőle a fejem. Ezért, hogyha látom, hogy a tévében az jön, átkapcsolom. Az édes élet nem éri el azt az inger küszöböt, amire azt mondom, hogy na ez már fájfájást okoz, ezért bekapcsolom, nézegetjük, röhögünk rajtuk, néha azt mondjuk, hogy atya úristen, ez nem tévébe való tartalom, majd aztán mindig eljutunk arra a szintre, hogy bármikor ki lehet kapcsolni, át lehet kapcsolni, lehet kultúrprogramot nézni, lehet könyvet olvasni, akinek erre nincs igénye, vagy nem akarja, vagy mit tudom én, annak én rendkívül sajnálom, hogy az a fő örömforrása, hogy viszont akkor beírom, hogy miért vagy hülye, és miért te tehetsz mindenről. Úgyhogy végülis nekem nem tisztem, nem dolgom megoldani másnak az életét, senki nem adott erre nekem felhatalmazást, úgyhogy nem is teszem. Viszont a másik fajta emberek, akik meg elvárnák azt, hogy osszam az észt a kamerába, hogy elmondjam, hogy miről mit gondolok, azoknak itt a csodálatos bizonyíték, hogy ezt miért nem teszem meg. Néhány frusztrált ember elkezdi mondani a rohadt nagy életigazságát, mint a Puzsér. Isteni felhatalmazást éreznek magukban arra, hogy megmagyarázzák, hogy ki miért gondolja rosszul a világot. Egy dolgot nem vesznek támadásnak, amikor letérdelsz eléjük, és azt mondod, hogy ó, mester, a rohadt életbe, neked volt igazad, fú, köszönöm szépen, hogy megmentettél. Nem tudom, látszik-e az arcomon, én nem vagyok ez a karakter. Azt gondolom, és akkor válaszolva egy személyeskedésre, hogy igen, a buddhizmusnak van egy ilyen nagyon jótékony dolga, hogy az egót azt így lecsapod, és elfogadod azt, hogy annyi nézőpont és annyi vélemény létezik a világon, ahány darab ember él. Azon vitatkozni, hogy kinek nagyobb az igazsága, az... nem tudom... hülyeség. Sörszag van. Valaki itt ivott. A tehetetlen ember mindig másra haragszik. A tehetetlen ember nem hallja, ami hallatszik. A tehetetlen embert szíjak ejtik rabul. A tehetetlen ember izzadva sem tanul. A tehetetlen ember szidja, aki tehetős. A tehetetlen ember fázik, hogyha felelős. A tehetetlen ember nem emlékszik szépre. A tehetetlen embert ezért könnyű csalni lépre. A tehetetlen ember azt mondja, úgyse. A tehetetlen ember nem vágja a húst le. A tehetetlen ember unja, hogy tehetetlen, mert a tehetetlen ember múltja temetetlen. A tehetetlen ember azt játssza, hogy érdektelen, mert a tehetetlen ember így mutat életjelet. A tehetetlen ember nem tud élni szeliden. Emlékeztek még, amikor azt mondtam, hogy vannak ilyen tök aranyos csávók egy tök aranyos handcraft ruhamárkával, akik megsajnáltak, hogy kénytelen vagyok ebben a zöld cuccban feszengeni folyamatosan a vlogjaim alatt? Na, kaptam egy pakkot ugyanis. Pray for me and be happy till the end of the world. Murder. Crappy Milk Clothing Company. Valahova kikerül. Kéne egy iroda.
oda biztosan ki tudna kerülni. Valaki küldjen egy irodát. Szóval azt kell tudni a srácokról, hogy szeretnek meglepetést okozni, és ezért mindenféle furcsaságot beleraknak a csomagba, és mondták, hogy van benne, úgyhogy... Ti! Ha! Kua! Igazán kegyetlen. Fognak ám nézni majd az utcán, hogyha ebben vagyok valahova. Egy másik. Nagyon szexi. Ez egy... Zacsi! Mármint, hogy... Mi ez? Hogy hívják ezeket? Mindig, sose tudom. Kegyetlen Budapest. Az egyik legkirályabb város Európában. Oreo! Random meglepi. Na nézzük, mi van még itt. Scrappy Mail Time. Flyer. Scrappymailclothing.com... Ez is flyer. Ó, 20% kedvezmény. Gyerekek, ez már picit túlzás. Jó. Scrappy Mail Company VIP card. Yeah. Ez egy matrica. Ez is egy matrica. Ezek mind ki fognak kerülni valahova. Kár, hogy anyám pincében van a gitárom. A gitáromat teleragazgattam. Hát ugye tele van ragazgatva, de ezek még rákerülnének. Még egy matrica. Ez nem tudom milyen állat. Még egy matrica. Scrappy Mail. Úristen, el vagyok kényeztetve matricákkal. Ez egy tetováló művésznek a névjegykártyája. Amúgy tök jó, mert amúgy is akarunk csináltatni megint tetoválást az Annával. Istenem, vissza kell szereznem a gitárom. Easy Core, tehát akkor gondolom az egy zenekar. És itt van egy másik flyer. De a nagy ágyú viszont ez a pulcsi. Ez az a pulcsi, ami állítólag nagyon-nagyon durvaság most. A legnagyobb újdonság, úgyhogy erre még várnatok kell holnapig, hogy megmutassam, hogy mi is ez pontosan. Úgyhogy köszi srácok, köszi Scrappy Mail Clothing. Királyok vagytok és kösz a rohadt sok matricát. Ez király. 10 év alatt nem tudtam ennyit összegyűjteni.